Századik életévét töltötte be szeptember 6-án a hajdúszoboszlói Jenei Károly. A családfőt népes rokonsága és két önkormányzat köszöntötte, mert 15 éve egyik leányánál él Kabán. A takaros kis házban minden a születésnapról árulkodik. A családtagok egy része már itt várakozik a közös ünneplése, a többiek később érkeznek, tudtuk meg. Jenei Károly hajdúszoboszlói gyökerű. Már gyermekként belekerült az élet kemény sodrába, mert az édesapa odamaradt az első világháború tüzében. A nagymamánk egyedül nevelt 5 gyereket, szomorúan, egyszerűen 12 éves korában már otthagyta az általános iskolát, és elment uradalmi cselédnek, hogy ennivaló legyen az asztalon. Akkor, mikor később meg földmunkásként, napszámosként dolgozott, nem is tudom, az 50-es években, 52-ben Hajdúszoboszlón indult egy ládagyár, akkor ő oda jelentkezett, a ládagyárba dolgozott sok éven keresztül, aztán a ládagyárból bútorgyárra átalakították, apukám maradt tovább, ő érdő munkások, még fényképét azt nem is hoztátok el, hogy rádiót kapott 56-ban első díjként a kiváló fizikai munkás volt, de első díjat kapott a jó munka, kiváló munkájáért. Hát onnan a bútorgyárból is jött nyugdíjba. 100 év élettörténetét Marika lánya foglalja össze, aki kabai otthonában 15 éve gondoskodik édesapjáról. Jenei Károly küzdelmes sorsú ember, a megpróbáltatások az egészségét is érintették. 17 évesen répaeggyel is közben megsérült a csípője. Nem volt röntgengép, későn derült ki a ficam. Ezért is lett ládagyári munkás, de nagyon örült, hogy újra tudott dolgozni. Simon Etelkával kötött házasságot, és boldogan nyugalomban nevelték gyermekeiket a ma is meglévő Wesselényi utcai házban. A család volt a legfontosabb, annak élt. Voltunk öten, vagy születtünk öten, az öcsénk az 30. éves korában elpusztította saját magát, aztán egy nővérünk 4 éve halt meg, gyógyíthatatlan betegségbe, így maradtunk hárman. Hát mi is szegényesen éltünk, mert ugye hetet magát tartotta apu egyedül, de nyugalomba, békességbe, szeretetben éltünk. Ez volt a legnagyobb ajándék. Szegények voltak, de a világ minden kincsére sem cserélte volna fel családját. Apunak, a bátyáiknak nem volt saját családjuk, és azt mondta apukám, hogy ők jó módban éltek, azt mondta, nem cserélne. Azzal a jó módon, mert ők a legszegényebbek. Ő volt a leggazdagabb az 5 gyerekkel. Ilyen szeretetben nőttünk. De úgy, máskülönben nem volt ő igényes, csendes természetű volt, de határozott és szigorú. Úgyhogy nem azt csináltunk, amit akartunk, hanem ami meg volt engedve. De így is volt rendjén, mert amúgy most látjuk a mai világot, hogy a gyerek parancsol a szülőnek, nem a szülő a gyereknek, ehhez viszonyítva mindenkből embert nevelt, így mondjuk. Akkor ő igazi családapa volt. Igazi. Soha nem feküdtünk le egy este se úgy, hogy idegesen feküdtünk volna le, mert soha nem kocsmázott, mindig a családnak élt. Letelt a munkaideje, jött haza, volt kertje, ha egyből a munkahelyről ment a kertbe munkálkodni, de akkor mondta, hogy majd később jövök, mert megyek egyenesen a kertbe. De így úgy semmi olyan rossz tapasztalatunk a gyerekkorunkról, semmi nincsen, semmi. Nagyon jó körülmények, szegények voltunk, de jól éltünk, van nyugalomba. Ez volt a lényeg az életünknek. Már mink is elmentünk dolgozni, általános iskolába jártunk, és a nyári szünetben elmentünk a kertészetbe, vállaltunk munkát, hogy magunknak a ruhát, ilyesmit, ami nem tellett, de szerettük volna, megkerestük. Míg élő gyermekei közül Piroska Hajdúszoboszlón lakik, Lídia pedig asztmája miatt kénytelen volt fiatalon hegyvidékre költözni, Bodonyból jár haza. Károly bácsi 30 éve özvegyember, 63 évesen gégerákkal műtötték. Nem bírta volna elviselni, hogy ne szólhasson többé szeretteihez. Az erős akarat győzött, megtanult rekettorok hangon beszélni. Mondani valóját legjobban vele élő leánya érti meg. 85 éves koráig lakott egyedül a szoboszlói otthonban. Akkor volt, hogy műteni kellett a szemét, mert mind a két szemén szürke hályog volt, akkor hoztam át, hogy na, ki kell kímélni, ugye nem szabad emelni, hajolni, meg ilyesmi. Aztán meg trombózis kapott a lába, akkor amiatt maradt, mert menni akart tavasszal haza, hogy ő szoboszlói lakos, és megyen ő haza. De hát mondtuk, hogy mert ő egyedül otthon nem tud meglenni, mert
menni se tud, a járása is nagyon gyengült. Károly bácsi betegségei miatt leginkább fekve tölti az idejét, szép időben kiültetik a kertbe. Nagyot hal, de este megnézi a híradót, a mai műsorok azonban nem érdeklik. 11 unokája, 26 dédunokája és egy ükunokája is van már. Most vár a család iker dédunokákat. 100 évesen egyik legnagyobb öröme, ha valamelyik ifjú utód meglátogatja. Ha jönnek a dédunokák, ükunokák, szoktak jönni, örülnek, gondolom. Hát felvált, ahol az egyik, hol a másik előkeveredik, igen. Hát örülnek, már meg se ismeri őket, hogy most te melyik vagy. Akkor mondjuk, mire végig mondjuk, hogy már elfelejt az elejét. De úgy általában szokott mindegyikre reagálni, hogyha eljönnek, örül. Károly bácsit két önkormányzat is felköszöntötte a nagy napon. Hajdúszoboszlóról Tóth Attila, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, és Kunkliné Dede Erika, a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Csoportjának vezetője mondták el jó kívánságaikat. Kaba részéről pedig Szegi Emma, polgármesterasszony tartott köszöntő beszédet, és átadta a miniszterelnök emléklapját. És szép annak a családnak, aki ilyenkor örülhet a szülőnek. És én úgy gondolom, hiszem és vallom is, hogy ma, amikor nagyon sok idős ember sajnos elhagyatottan él időskorára, én nagyon örülök, szívből örülök annak, hogy Károly bácsi egy szerető családban töltheti mindennapjait, és ez a mai világban óriási gazdagság. Kérem, hogy ezt a gazdagságot őrizzék meg.